Az Agronapló a tudatos gazdálkodó állandó partnere. Tisztelt igazgató úr, hölgyeim és uraim! Az előző két kiváló előadás lényegében felvezette az én előadásomat. Én tulajdonképpen általában szeretnék néhány szót szólni az energiáról, remélem, hogy érdekes dolgokat fogok tudni elmondani. Először is abból indulnék ki, hogy az előző előadásokból is, de tulajdonképpen már a legelső előadásból is kiderült, hogy energia nélkül, folyamatos és megbízható energiaforrás nélkül semmiképpen nem tartható fönn a társadalmunk. A társadalom tökéletesen szétesik akkor, hogyha az energiaellátás megszűnik. Én ennek néhány részletét szeretném áttekinteni. Visszanyúlok a legelső időszakra, a legelső számomra az, amikor 1973-ban az első energiaválság volt, az idősebbek a jelenlevők közül még emlékeznek rá, hogy akkor volt először, hogy szűkké vált az energiaellátás, és már mindenki tudta akkor, hogy az energiafogyasztást nem szabad növelni. És tessék megnézni, hogy mi történt azóta. 1980-ban kezdődik az ábrám, a vízszintes tengelyen az évek vannak, a függőleges tengelyen pedig az emberi társadalmak fogyasztása. Most nem hordóekvivalensekben vesztek, hanem a fizikusok szívesen beszélnek zsúlokról, az a munkának az egysége, és exazsúl, amit valószínűleg kevesen ismernek a jelenlők közül, az 10-18-on zsúl, ez iszonyatos mennyiségű energiát jelent. Magyarországnak a teljes éves energiafogyasztása egy exazsúl. És tessék megnézni, hogy 1980 óta folyamatosan monoton növekedett az energiafogyasztás, mégpedig úgy, hogy 2015-re elérte az 550 exazsúl, az szükséges ahhoz, hogy föntartsuk az energiánkat. És akkor felvetődik a kérdés, hogy miért nő az energiafogyasztás, mivel korrelál ez? Nagyon sok mindent megnéztek, rendkívül komoly és alapos analíziseket hajtottak végre, addig, ameddig rá nem jöttek arra, hogy van egy olyan paraméter, amelyikkel érdekes módon egy igen erős korrelációt mutat az emberiség energiafelhasználása, mégpedig az emberek számával a Földön. Hogyha képezünk egy olyan ábrát, amelyikben az egyfőre eső energiafogyasztás világviszonylatban leírjuk, akkor lehet látni, hogy 1980 óta, 2012-ig az a legutolsó alatt, ami elérhető volt az Egyesült Államok Energiaügyi Hivatalának a honlapján, egy enyhe növekedés mutat, 10 évente 3% körüli emelkedés mutat, amit első közelítésben mondhatnám azt, hogy konstans, tehát az egyfőre eső energiafogyasztás az nem növekedett. Teljesen mindegy, hogy milyennek az oka, ez ténykérdés, hogy nem növekedett, és ebből következik az, hogy a következő időszakban az energia kilátások, az azt jelenti, hogy egy ilyen erős korreláció rövid idő alatt nem szűnik meg, csak hosszú távon tud megszűnni, és az energiafogyasztás egészen biztos növekedni fog. A legelső előadásban hallottuk, hogy 2050 körül közel 9 milliárd ember fog élni a Földön. Ez az óriási népességrobbanás figyelembe véve ezeket az igényeket és minden társadalmi változás figyelembe vévő dolog, az a növekedést mutatja. Természetesen meg kell néznünk azt, hogy mivel fogyasztjuk az energiát. Hát először is abban kezdeném, hogy a kb. 80%-ban ásványi forrásokból fedezzük az energiát. Ez a szám az, amely a legstabilabb volt az elmúlt 100 évben, hogy az emberiség az energiájának kb. 80-85%-át az ásványi energiahordozókból fogyasztotta el. Természetesen nem igaz, hogy csak az ásványi energiahordozók, a fosszilisok vannak a Földön, vannak más energiahordozók, és bizonyított dolognak lehet tekinteni azt, hogy számos más forrásból, így például a vízenergiából, a szélenergiából, a napenergiából, a biotömegből, a geotermiából és a nukleáris energiából nagy mennyiségű az emberi társadalmak által felhasznált energiát lehet termelni.
A fosszilisokról az előző előadásokban is elhangzott, hogy drámai környezeti következményeik vannak. Fölmerül a kérdés, hogy vannak-e környezeti következményei a megújuló energiáknak, vagy a nukleáris energiáknak. A nukleáris energiáról a továbbiakban nem igazán fogok beszélni, de a megújuló energiákat érdemes borcső alá venni. A következő kérdés az az, hogy pillanatilag hogy állunk, az adjunktus asszony előadásában magyar adatok szerepeltek. Én az Egyesült Államoknak a 2014-es adataival szeretném demonstrálni, hogy hogy állunk ezen a téren. Az Egyesült Államok pillanatilag a legfejlettebb társadalom, és hogyha jól megnézzük ezt az ábrát, akkor lehet látni, hogy a kőolaj, ami 35%, a földgáz és a szén együttesen a 81%-át teszi ki az Egyesült Államok energiafelhasználásának, és 10%-ot jelentenek a megújulók, tehát egy 10%-ot, és kb. 8%-ot a nukleáris energia. Hogyha az ember megfigyeli a megújuló energiákat, amelyikből, hogyha exazsúlokat mondok, akkor itt is hadd mondja, kb. 10 exazsúli energiát termelnek, akkor kiderül annak a felét a biotömeg alapú energiatermelés jeleníti meg, és a szél, a geotermikus energia és a napenergia az néhány százalékot, 18%-ot, 2%-4%-ot hoz ki, és a vízenergia az, amelyik jelentős részarányt ad hozzá. Fölmerül a kérdés, hogy hogyan válaszunk az energiahozók között? Természetesen egy óriási gazdasági kérdés, mindent figyelembe kell venni. Azonban legfontosabb dolog az, hogy a környezeti hatásokat össze tudjuk hasonlítani, és én egyelőre szeretnék egy rövid tájékoztatást mondani arról, hogy az összehasonlításnak milyen elvei lehetségesek. A legfontosabb dolog az, hogy vegyük tudomásul, hogy ugyanarra az energiamennyiségre kell vonatkoztatni. Természetesen a paksi atomerőmet nem tudom a nagymamám kályájával összehasonlítani, mert nem ugyanannyi energiát termel. Ugyanannyi energiát kell megtermelni kályával, mint a nagymamám, mint a paksi atomerőművel, és akkor jutunk el egy korrekt összehasonlítás legelső pontjáról. Az energiatermelési eljárás teljes ciklusára meg kell nézni a környezeti hatásokat, aztán térbeli vizsgálatnak azonosnak kell lenni, az időbeli vizsgálat azonos periódusra kell, hogy vonatkoztasson, a tájhatásokat figyelembe kell venni. Ezt szóval elfelejteni, hogy ezek a megújulók általában nagy területeket igényelnek, és óriási mértékben befolyásolják a tájat. És aztán kiderül az, hogy a gazdasági, szociális, jogi hatások azok szintén fölmerülnek. Gondoljanak például arra, hogy Juntos asszony beszélt a biotömegről, és mondta azt, hogy esetleg az elképzelhető, hogy Jászmárkun-Szolnok megyét lefedjük valamivel. Én azt kérdezem, hogy ha valakinek ott földje van, akkor simán hozzájárul-e ahhoz, hogy 30 éven keresztül ott kukoricát termeljenek, és eszébe jut, hogy ő cselesztét szeretne termelni. És ez egy komoly problémát jelentett. És akkor nézzük meg, hogy a környezeti hatásnak milyen jellegük van. Kiderül, hogy a folyamatokban melléktermékek keletkeznek, tehát hiába megújul az energia, egy melléktermék keletkezés az kellemetlen dolgot jelent. Jelentős energiaelőállítása az általában megújulóból nagy területre van szükség, és az összes megújuló energiaforrásra ez határozottan jellemző lesz. Csökken az élővilág élettere, az őshonos fajoké is, aztán kialakulnak monokultúrák, különösen veszélyes ez a biotömeg iparszerű előállításánál, a talajvízszint megváltozik és a talajvíz szennyeződik, mérgező vegyületek bejutnak a talajba és a felső rétegbe, folyamatos fizikai zavarások léphetnek föl, például a geotermikus energia erőmű felhasználásánál ez főzétlenül megjelenik. Nem szabad elfelejteni, az üzemanyag és az elektromosság szállítása, az infrastruktúra is a környezetek a része, tehát ezen a ponton is hozzájárul a környezeti hatásokhoz. És a termelő üzemek leszerelése jelentős környezeti hátrányokkal jár. Mindezt összefoglalva néhány következtetést lehet levonni. A legelső dolog az, hogy mindenkinek, aki választani akar az energiafajták közül, tudnia kell,
hogy az energiatermelés fenntarthatóságnak az alapkérdése, és minden jelentős mennyiség energiát előállító módszernek komoly környezeti hatásai van. A második, hogy megújulóknak döntő szerepük lesz a jövőben, senki nem vitatja, ez nyilvánvalóan lesz, azonban a környezeti hatások nem becsülhetők le, és egy komoly része lesz a következő időszak tudományának, a kémiának, elsőbb a kémiának, hogy ezeket a hatásokat csökkenteni lehessen. A legtöbb környezeti probléma összetett, ezek vizsgálatok és elemezhetők, az előbb felsorolt módszerekkel meg lehet találni azt a módot, hogy összehasonlítsuk a különböző energiaforrásokat, és végül pedig az összes nem fosszilis erőforrásnak hatása van a bioszférára, a tájra, a biodiverzitásra, megváltoztatják az életkörülményeket, és a társadalmi életedési jogi kérdéseket vettek föl. Köszönöm szépen, hogy meg.